Oldjuk meg a következő feladatot. Itt a felső ábrán a phi fluxust ábrázoltuk, volt szekundum mértékegység van az idő függvényében. Itt látható tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau, 6 tau, és egy ilyen trapéz függvény szerint alakul ez a fluxus. A feladat az, hogy vázoljuk fel a kialakuló indukált feszültséget. Nagyon jól tudjuk, hogy az indukált feszültség az mínusz dφ per dt összefüggés szerint alakul. Tehát idő szerint deriválni kell gyakorlatilag ezt a függvényt, és mínusz egyel be kell szorozni. Két helyen nagyon egyszerű a dolgunk, mert itt konstans a függvény értéke, tehát itt a deriváltja az nulla. Ezeket így berajzoljuk. Ezen a helyen, és az összes többi helyen is nagyon hasonló módon a függvény úgy alakul, és ezt most ide felírom, hogy gyakorlatilag egy egyenes egyenletét kell felírni, hogy A-szor kis t per tau, ez lenne a fluxusnak az időbeli alakulása. Természetesen, hogyha a t az nulla és tau között szerepel, ugye? Ha ezt deriváljuk, azt kapjuk, hogy a per tau. Tehát ennek a függvénynek a deriváltja a per tau, tehát egy konstans, ahogy azt vártuk is, és a negatív előjelet ne felejtsük el, és tételezzük fel, hogy ez az érték például itt található. Ezen a helyen ugyanez lesz a derivált értéke. Itt pedig a függvénynek a meredeksége szintén a per tau, ahogy itt látható. Kicsit bonyolult, ahogy más alakul ez a forma, de a mi esetünkben ez most nem is érdekes. Mivel csökkenő függvényről van szó, a deriváltja annak a mínusz egyszerese pozitív. Tehát gyakorlatilag ezt az összefüggést, bocsánat, ezt az időfüggvényt kapjuk ebben az esetben. Tehát ugrásokat tartalmaz. Nagyon lényeges az, hogy ez az összefüggés egyetlen menetre igaz. Tehát egy szemmenetre. Hogyha ez a tekercs, amely méri például ezt a fluxust, és kíváncsiak vagyunk erre a feszültségre, és ez az a tekercs n menetből áll, akkor mínusz n-szer dφ per dt-ről van itt szó. Tehát ez nagyon lényeges, hogyha nem egy, hanem n menetből, például 10 menetből áll ez a tekercs, akkor a hatás felerősíthető 10-szeresére. Hogyha 100 menetből áll a tekercs, akkor 100-szorosára. Tehát ez a feszültség, amely kialakul, 10-szerese, 100-szorosa, nevezetesen n-szerese lesz ennek a feszültség értéknek.